minden szexádi családnak is igazolni kell, hogy szexádiak szeretnénk adni egy kancsót, illetve egy kulacsot. A csapvíz tárolására alkalmas üvegkancsót és fémkulacsot kap minden szexádi család, amelyik regisztrál a város kezdeményezésére. Az önkormányzat így támogatja azt, hogy minél többen igyanak csapvizet, ahelyett, hogy palackozott vizet vennének. 100 tonna petpalack hulladék keletkezik itt Szexádon minden évben. Úgy gondoltuk, hogy csökkenteni kellene a keletkezett hulladék mennyiségét, az egyik fő üzenet. Magyarul kevesebb palackos ásványvizet szeretnénk, hogyha vásárolnának a szexárdiak, hiszen itt van az új vízbázis, kiváló minőségű a szexárdi víz. És az ára is sokkal kedvezőbb, mint a palackozott vízé. Míg egy liter csapvíz nagyjából 60 fillérbe kerül, addig az ásványvizek literje közel 60 forint körül mozog. A számítások szerint ez azt jelenti, hogy egy négytagú család évi 25 ezer forintot tud megsporolni, ha csapvizet iszik. Mi 2014-ben tették le Bogyiszlón az új szexárdi ivóvízbázis alapkövét. Ez az ország egyetlen olyan hasonló létesítménye, aminek minden eleme már a tervezéstől kezdve a ma használt legkorszerűbb technológia felhasználásával épült. A csapvizet népszerűsítő kampány részeként ide ingyenes buszjáratokat szerveznek majd, hogy megmutassák, az innen származó csapvíz nem csak tiszta, hanem egészséges is. Alkotó elemeibe tartalmaz kalciumot, magnéziumot, fluoridot, nem tartalmaz vasat, mangánt, ami az elmúlt 10 évvel ezelőtti időszakban jellemző volt, és nagyon jó a hőmérséklete, rendszeresen ellenőrzött a csapvíz, mind a saját laboratóriumunk által, mind a hatóság által. A szexádi önkormányzat csapvizet népszerűsítő kampányára augusztus 21-e és szeptember 11-e között az Erőv ZRT szexádi ügyfélszolgálati irodájában szexádi lakcímkártya felmutatásával lehet regisztrálni, a kancsók és a kulacsok pedig ugyanitt lesznek átvehetőek szeptember 16-ától.